Délelőtt 9 óra a Balaton-Boglárinek a központban, erőnléti edzéssel kezdi a napot a győri Audietto KC. Itt teljes edzésmunkát végeznek azok a játékosok is, akik a tavalyi szezon végét sérülés miatt kénytelenek voltak kihagyni. A zöld-fehérek vasárnap érkeztek az edzőtáborba, ahol egy hetet töltenek. A győri páredzés az teljesen ráhangolás volt. Előkészítettük konkrétan az itt kezdődő igazi munkát. Természetesen ezt nem úgy kell érteni, hogy a győri 4-5 edzés az csak úgy eltelt. Tudatosan fölépítettük, és itt belekezdtünk igazából egy hagyományos edzőtábor munkába, ami ugye nyilván azt jelenti, hogy naponta 2 edzés, futással, konditeremmel, labdás edzésekkel, ennek a mixe. A rendkívül sikeres szezon után a csapat majdnem 2 hónap után találkozott újra, volt akinek azonban ennél jóval kevesebb pihenő jutott. Fodor Csenge mindennapjait például szinte teljesen kitöltötte a kézilabda, de ezt egyáltalán nem bánja, junior világbajnokként tért vissza a klubjához. Nagyon jó érzés volt, ilyen fantasztikus nyarat tudhattam magam mögött, tényleg hatalmas élmény volt, és nagyon jó érzés volt ennyi ember előtt játszanunk ezt a hazai világbajnokságot. Nagyon jó érzés volt a lányoktól és mindenkit itt a stábtól is fogadni a gratulációkat, hát remek érzés. Ezek már a délutáni edzés képei, előkerült a labda is. A frissen érkező játékosoknak ez az első lehetőség, hogy igazán beilleszkedjenek a csapatba, hiszen az edzőtábor előtt alig néhányszor találkoztak újdonsült csapattársaikkal. Az első benyomásaim nagyon pozitívak, nagyszerűek a csapattársak, és úgy érzem, hogy mindenki nagyon kedves velem. Egy kicsit már volt időm körülnézni Győrben is, és azt kell, hogy mondjam, nagyon tetszik, biztosan jól fogom itt magam érezni. Nem túl nagy, de úgy láttam, hogy minden megvan, ami csak kellhet. Bár még az ismerkedés fázisában vannak, az kiderült, hogy nagyon is komoly célokkal érkeztek az új játékosok az Audietto csapatába. Izgatott vagyok már a szezon kezdés miatt. Remélem, hogy hasznos tagja tudok majd lenni a csapatnak minél gyorsabban, és persze abban bízom, hogy megnyerünk mindent. Hasonlóan nagy tervekkel érkezett Amandin Lönó is. Az ő számára biztosan nem ismeretlen a zöld-fehér klub, hiszen ellenfélként többször is farkas szemet nézett velük, legutóbb éppen a tavalyi BL döntőben a Várdár kapusaként. A legtöbb meccset ellenfélként elveszítettük az Audietto ellen, ennek ellenére szívesen emlékszem vissza, hogy ezek izgalmas mérkőzések voltak, ha pedig az ember úgy szereti a kézilabdát, mint ahogyan én, akkor mindig is nagy meccseket akar játszani, így lesz itt is, és biztos vagyok benne, hogy élvezni fogom itt a játékot. Az Audietto KC kerete az edzőtáborban nem teljes, Bódi Bernadett és Buhalák Szidónia a válogatottnál teljesít szolgálatot, Yvette Broch pedig Hollandiában vesz részt egy sérülés utáni rehabilitáción.